kezdeti ellenzéki összefogásból csúfos lebukás lett, utalt Sziráki Pálra, Németh Attila, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom helyi országgyűlési képviselőjelöltje, hangsúlyozva Sziráki, idézem, a Trojka panzió többségi tulajdonosaként kollaborál a Fidesszel. Ugyanis 35 millió forint úgynevezett pofa pénzhez jutott a kisfaludi program keretein belül. Ami pályázat nélkül, nagyon fontos, egyedi döntés alapján kiosztott, vissza nem térítendő, haveri támogatás. Még a hatpárti megegyezés is tiltja a Fidesszel való kollaborációt, folytatta a képviselőjelölt. Ezért megkérem az ellenzéki pártokat, hogy határolódjanak el ettől a jelöltől, és felszólítom Sziráki Pált, hogy lépjen vissza a javamra, az ISZOM baloldali jelölt javára, hogy valóban változtatni tudjunk a körzetbe, és ne engedjük még egyszer a Fideszt mandátumhoz engedni. Az ISZOM legfőbb célja a szociális válság kezelése, hangzott el a tájékoztatón. A béreket havi nettó 250 ezer forintra, a családi pótlékot gyermekenként 50 ezer forintra emelnék, míg az állami szektorban dolgozóknak havi nettó 300 ezer forint fizetést ígérnek. Erről szól az általuk meghirdetett Kádár János terv is. A szociális válság leküzdését alapvetően jövedelmi intézkedésekkel gondolnánk első lépésben kezelni, a már említett Kádár János terv keretein belül, és gyakorlatilag az adta ennek az egésznek a motto, hogy az emberek kapják meg az őket illető pénzt, egyrészt mindenki annyit, amennyit dolgozik, sőt, még akár annál is többet, hiszen a profitból is bőséggel osztozhatna a tőkés, illetve a munkás. Szolnokon az illegális hulladéklerakás megszüntetését és a tiszaszálló megmentését tűzték zászlajukra. Mint mondták, az igazi baloldalt az ISZOM képviseli.